Rózsahegy elleni első felkészülési meccs után Ivancsics Gellérttel beszélgetünk. Gege, hogy ízlett a meccs? A felvételek így bizonyítják, hogy azért a játékba finomodott így a felkészülés alatt már a csapat és a te játékod is. Igen, azt gondolom, hogy ez volt az első olyan mérkőzés, amikor egy komoly nemzetközi csapat ellen találkoztunk. Helyenként jó játékkal, én azt mondom meggyőző játékkal sikerült győznünk. Azért még van mit csiszolni a játékunkon, de azért elégedettek vagyunk. Hogy ízlik a munka? Milyen jellegű edzéseket végeztek, amikor nem játszotok? Komoly terhelésen vagyunk túl, ezt azt gondolom, hogy mindenki ezt mondanám, ha megkérdeznék. Ilyenkor azért nagyon jól jönnek ezek az edzőmeccsek, mert azért még csak a Sava Borsának voltak a játék. Mit szólsz ahhoz, és mennyire segít benneteket, hogy viszonylag normális időjárási körülmények vannak? Hát ez nagyon parádés, mert én előjáróban azt hittem, hogy itt kemény mínuszok lesznek, de ezek a plusz 5-6 fokok, ezek nagyon jó. Ez az nagyon jó időjárás, úgyhogy ez tényleg sokkal jobb futballozni. Ugye a hétvégén a Győr ellen lesz majd felkészülési meccs, abból a találkozóból le lehet-e már vonni bármiféle komolyabb következtetést, hogy látod? Nem tudom, hogy a csapatok milyen összeállításban fognak pályára lépni, de azt gondolom, hogy az is egy komoly csapat lesz, úgyhogy ez egy komoly erőfelmérő lesz számunkra.